hozzáállni, és senkinek semmi köze hozzá, hogy milyen kurszokat hajt is végre vele. Viszont nekünk ez tetszik, hiszen ezért jöttünk el ide, hogy megnézzük ezt a fiatalembert. Ahogy már emlegettem, ő ül mindenhova, az első villára, az első kerékre, tankra, holdadettire, hátsó kerékre, hátsó hajtásra. Most éppen az első kerékre gondolta, hogy lekér egy kicsit, és láttam, fog nekünk motorozni. Ezt meg is értem, láttam magamat már tükörbe, én is hagyott, hogy hátra fordítanám el saját magamat. Amit egy 120 lóerős gépállat önmagában valószínűleg nagyon-nagyon kevés lenne. Ennek a fiatal embernek illetve a tapasztalatai nélkül. Hiszen a környékében, ha jól tudom, jóljál sokkal erősebb motort is látunk. Lefüstölteti azt a hátsó kereket, ha ennyire csak lehet, hogy tűnjön el a környezete, illetve ő a motorra egy picit, úgy így jövjék ő a mi utcánkban, lesz még ennek keretje. A reggeli torna befejezve a gimnasztikával, a mérlegállással, és mint egy főiskolás C-osztályos tornacsapat tagjaként elégezte az összes mutatványát. Berki Krisztián megirigyelheti, hiszen ő csak a magyar vándort hajtja végre egy lólengés során, hiszen Mókus az első kerék külőitől a hátsó kerék, hátsó fogas kerékéig, mindenhol ült ezen a motoron, állt, illetve támaszkodott. És ahogy emlegettük, küzdjünk egy kis gumit, küldjön el az összes nézőt, küldjön el az összes fotón. És ahogy elértek itt egy kis gumit, hogy fogni. Fogják látnak, hogy így táncolni a fettemben. Ezekkel a mozdulatokkal remélem, hogy nem kezdve tánciskolába járni, hiszen higanymozgását megirigyelve bármelyik kis iskolás is táncra feltűnő mellette. Aztán, amikor elfáradunk, csak támaszkodjunk nyugodtan egy 120 lóerős motor gyergére. Vagy elvén, vagy elhúz. De ahogy nem fogunk kérdezni, amit biztos. Hát hol üljünk? Ne a gyerekben! Akkor is üljünk az első kormányra, az első villára, és fotorozzunk innen. Hiszen olyan sassz leülni, abban a gyerekben, amit jelenleg kitaláltak, hogy oda kell ülni. Arra mindenki képes, erre viszont csak nagyon kevesek. És ez a fiatalember újból próbálkozik. Üljünk fel a kormányra, és fotorozzunk innen. Nagy tapsot a fiatal embernek, hiszen ezért jött ide. Az örök tapsaiért, az örök szeretetéért. Ülni mindenki tud a motoron.
Rányi vagy Gugorics a keresen. Készüljünk át egy másik gépcsodára, amíg van energia a fiatalemberben, illetve a motorjaiban. Én mondtam, figyelmeztettem mindenkit, a szalakorlát nem lépett senkit, főleg nem munkuszol, aki úgy használja a motorját, ahogy ő akarja. És azt csinál, amit ő akar. Hiszen az aszfalt csak az övé. Az önöké viszont az az élmény, amit ő nyújt nekünk. Mindössze 50 köbcentűvel. És az NDK ipar emelkes képviselőjével, amit annak idején szimszországként vállaltak számunkra. Erőből Krisztus, hiszen valahogy így köszönnek ő is a keresztem. Nagy tapsot a fiatal embernek. Gumi és Pét még mindig van a motoron. Azt a függetlenül még érzőnek, hogy a felén tart. Nem a motor nagy, nem a ókus nagy, csak a mutatványai. És az ő hírneve, amit örülök neki, hogy önöknek is tetszik. Ez a fiatal ember, aki a munkázásával, a motorozásával és az ő egyedi hülyeségével elhozott ide nekünk ma ide Szombathelyre. Túl kigyelved, vigyorog nagyot, hiszen ezért jöttünk ide, ezt akarjuk élvezni. Sokszor elgondolkodok rajta, hogy mi tetszik jobban ezekben a kaszkadősokban. Az, hogy végrehajtják ezeket a mutatványokat. Vagy az, hogy fókus ezzel a hülye fejével. Még mindig mosolytjuk családi mindegyünk arcára. Többet, mint bármelyik mutatványával. És még mindig ő a király. És ezt remélem, hogy a tapsunkkal jelezés fogjuk ő számára. Hiszen oda ül, oda áll, ahova éppen ő akar. És azt csinálja, amit ő akar. Ha nem hallotta volna valaki, ezt mondta 1978-ban, legurult a gyártóktól. Átalakítás nem történt rajta, kivéve azokat a fénytöréseket, amiket kívülről mindenki láthat. Itt ott egy kis horpadás, hiszen Matuga is megmondta, hiszen büszke minden horpadására. Mindegyik egy emlék, valószínűleg egy-egy kórházi ambuláns, vagy éppen csak egy rendőrtiszt neve fűződik egy-egy horpadáshoz. Álljál félre, hogy ne? Én is így lettem leszivatva annak idején. Azt hittem, mi? Valamit tegyünk hozzá, valami még mindig hiányzik, hiszen kell még fokozni ezt az élményt. Valaki is megadózhat, nyugodtan énekelje vele. Forzó Levió! És a nap jöhet hozzá. Szerencsére voltam nyáron, ugyanígy mentek a gondolások, sokkal nyugodtabb körülmények között.
viszont nem azért fizetünk neki, hogy énekeljenek. Ezt lefagyjuk fókuszat és az ő hangmutatványainak. Ugye 1978-ban jártott Valónia gyergébe, egy ütött kopott gitárral énekeljen számunkra. Azoknak a kedvére, akik esetleg megbotránkoztatást éreznének, ha esetleg egy kis obszén jelenetet találnának magukkal szemben, azoktól én kérek elnézést. Ez a műsor része, és akkor is oda fogja lógatni, hogyha valakivel ez megbotránkozásra kell. A vallást ne keverjük bele semmibe, viszont most tegyük is félre egy pillanatra. Hiszen ez a fiatal ember szórakoztatni jött, nem arra meggyőzni bennünket, hogy ellobogtassuk szanaszét a férfiasságunkat, főleg ne egy százszörd köpcsebb is Valónia nyelgébe. Ő neki ekkora van, ő neki erre büszke, és ezt fogja megmutatni mindannyiunk számára. Erre nem kerül sor. És nem is leszek ennyire népszerű, mint ez a fiatal ember, aki a motorját időközben elhagyja, leszivatja a közönséget, kilőgi őket, és akkor is megmutatja, hogy hiába hány inger, hiába végigrúgázott út, akkor is itt Szombathelyen motorozunk egyet, önöknek és nektek. Egy csillag, ezzel a Szombathelyi aszfalton, amit simogassunk is meg, hiszen kegyes volt hozzá. Egy puszi ilyen, bármilyen kattyi hajol a szalakorlátok, kívül ez a fiatal ember. Elárulom önöknek, kezdi valamelyik furcsa dolog is, mint azt, hogy egy puszi szülő egy kislánynak. Ha is csinosnak érzed magad, csinosnak, és a következő bemutatóra egy következő jelenetért beajánlalak hozzá. Nem látta elég közelről ezt a fiatal embert, és úgy dönt, hogy mellé áll egy közös fotó erejéig, az a bemutató után nyugodtan jöjjön ide a buszhoz, közös fotó erejéig, bárki számára megközelíthető ez a fiatal ember, hiszen csak a motorja sztár, ő viszont kaszkadőr, önökért van, és önök ő érte vannak, hiszen az önök tapsalékül ez a fiatal ember próbál hatállábát, rölkedne önök felé. Az ő mutatványait remélem, hogy mindenki élvezi, és a tetszését egy nagy tapsal folyamatosan ki is fejezi. Egy jégtáncos akkor boldog, hogy a pirületje a lehető leggyorsabban történik. Na így kell ezt végrehajtani, egy mikor sajátónak is. Remélem, hogy a szürke kislány a kézzelhatás melegítőbe emlékszik minden szavamra, hiszen a szavak korlát nem védnek, viszont az odafigyelés annál inkább. Orvos kérek! Azoknak, akik azt hitték, hogy nem állt fel a fiatalember. Az elsődleges beszélgetésben emlegettük már az ambulanciákat, illetve a kórházakat. Én nekem az az érzésem, hogy ennek a fiatalembernek szüksége lenne még egy orvosra, viszont ezt nem az ambulancián fogja megtalálni, hanem minden tudomásom szerint a pszichiátriát, hiszen valószínűleg nem normális, aki egy ilyen motorbiciklivel úgy gondolja, hogy egy ilyen motorban egy képre lehet hozni. És ahogy az előzőekben emlegettem, nem az eső ellen van az a keret, hanem egy ilyen mutatványért. 21. században alkalmazhatunk 4-5, illetve 3 kerekű gépjárműveket is fedővel, tetővel, biztonsági övvel. De akkor sem vagyok hajlandó kipróbálni, csak akkor, hogyha egy ilyen keretet látok magam körül.
és azt is csak akkor, hogyha egy Bókus nevű illető megmutatja, hogy mit, hogyan kell csinálni, hiszen ennek ő a mestere. És ő az a fiatalember, akit az abszonyunkkal, a mosolyunkkal tudunk jutalmazni. Ezt mondom, egy nagy tapsot a fiatal embernek, és hagyj jöjjön az a bukperc! Hagyj jöjjön a bukperc, amit megtanult általános iskolás abszolút! De motoron csak ő és csak itt hajtja ezt végre! Teljesen mindegy, hogy így így gondol, ő akkor is rájön az első kerékre, és így fog motorozni! Súlyt arról a hátsó kerékről, és így kell füstöltetni egy Simpson sztárnak a gumiát. És így kell elfeküdni összesen az első kerék használatával. Elárulok egy-két dolgot, ilyen például az, hogy az évfiam éppen most tanul segédmotor kerékpáron, a jövő hónapban meg is lesz a jogosítványa. És már a motor is el van készítve, amivel motorozni fog. Én nagyon remélem, hogy a mai nap nincs itt, és nem látja ezeket a mutatványokat. Így azt is remélem, hogy ez a motor még sokáig épségben fog maradni, és nem az ambulanciát fogom meglátogatni, hogy 2,5 naponta. Hiszen ezekre a mutatványokra csak ez a fiatal ember képes. És csak ezekkel a motorokkal. Ez csak ennyi volt, te szartál, mi? És ezt is csak ő tehetének büntetlenül, hogy egy ilyen kérdést tegyen föl egy nézőnek, mindezt mutatványai közben. Ötven köbcenti és vagy 40 év tapasztalat a motorba, amit Bókus ennyire nagy erőszeretettel hajt szét itt van előttünk. Remélem, hogy nem az lesz, hogy hazamegy és most egy hétig kell reparálni ezt a motort. És csak reménykedni tudok benne. És ahogy az előbb mondtam, ő oda ül, ahol ő akar. És azt csinál, amit ő akar. És azt csinál, amit ő akar. Akkor, amikor ő akar. És azt olvas, amit ő akar. Elárulom, ő azt csinál. Akkor is, hogy előtehez rekordálkodást kell. És hogy ő fordulósanat akar olvasni a maradás közben, akkor ő is fordulósanat akar olvasni a maradás közben. És ha te tudják a motorral, akkor ő teszik a motorral. Hiszen melyik az a lány, amely szívesebben tekint a Bókus elé, mint az a Simpson sztár. És senkinek nem hagyja ott az újságot, főleg nem gyerekeknek. Az az övé, arra is szüksége van. Hiszen olyan lányok van ebben az útjában. Ma én is olyan kézegett a Bókus, és elárulom, fogja még kézegett ezt a műságot jó pár évig. Hosszú az út, amit meg kell tenni 50 köpcetére és a Simpson sztárral. Mert hát egyre többen vagyunk, egyre többen jöttünk ide, hogy megnézzük ezt a fiatal embert, aki eljött ide közénk és motoros kaszkadőrként. Azt művel ezzel a motorral, amit ő akar, azt műveli az aszfalttal, amit ő akar, odaül a motorral, ahova ő akar, és forró újságot olvas, hogyha úgy gondolja. És most jön a furcsa kérdés megint. Beszartál, mi? Tehát jöjjön ez a fiatal ember, és mutasson még nekünk olyan dolgokat, amitől magunkba tesszük fel ezt a kérdést. Beszartál, mi?
Nagyon komoly előrétség! Dolgokat tudnak le nekünk, köszönöm Lókus! Mikrofont a fiatal embernek, nem is adom oda, csak kérem a táskádat, adj a táskádat, tényleg, megfogom én, olyan jól fog állni, megmutatom, hogy szokták oldani a lányok, ez nekem is jól áll, oda nyugodtan csücsülj le, egy nagy terpeszt, terpeszt nyugodtan a lábadat. A Rönnyi Feszinek hívják közben, megtudtam háttérből, mindenki egy picit legyen össze a felét, és egy picit gondolkodjuk el.
néhány pillanaton belül fel is készül erre a mókára, amit itt az aszfaltos részen fog abszolválni.